Nézzük most egy egyszerű 5x5-es karokut, amelyben műveletként csak a szorzás szerepel. Számok pedig nyilvánvalóan 1-től 5-ig szerepelhetnek benne. Talán ebben a rendben a legegyszerűbb elkezdeni, hiszen ez biztos, hogy 3-as lesz. Ide beírhatjuk az 1-et és az 5-öt. Meg ide is. 1-5. Itt ebbe a 3 elembe csak az 1-2-3 írható bele, mert csak az 1x2x3 lesz a 6. Az első elembe viszont az első négyzetben nem írható be az 1-es, hiszen az 1-es vagy itt a második, vagy a harmadik. Számított második vagy harmadik oszlopban lesz, tehát itt már csak a 2-3. Itt az 1-2 lehet már csak, hiszen a 3-as már megvan. Itt is 1, 2 és 3 lehet. Nézd most erre a 10-esre, itt látjuk, hogy 1x2x5 lehet csak. Hát itt az 1, a 2 és az 5 szerepel, mint ahogyan itt is, 1, 2 és 5. 1, 2 és 5. Tehát itt alulról sem az 1, sem a 2 nem szerepelhet, hiszen azok biztos, hogy itt vannak már fent valahol. Vagyis ez itt már csak 3 lehet. Ha viszont ez 3, akkor ez már csak 2 lehet. Ha pedig ez 2, akkor ez már csak 1 lehet. Megvan az ebben az utolsó oszlopban, megvan az 1, a 2, a 3, a 4 hiányzik, az 5 az megvan, az itt lesz valahol, tehát ez már csak 4 lehet, vagyis ez a szám már csak 2 lehet. A 2, nem 2, 5, mert 4x5 a 20. Az első, a negyedik oszlopban hiányzik az 1, az megvan, hiányzik a 2 és a 4. Itt is 2 és a 4. Viszont ránézünk itt erre a 12-es alapra, 12-t kell, hogy adjon a számokat összehozva, az már csak 1x3x4 lehet, tehát itt ez a 2-es az lehetetlen, csak az 1, csak a 3 vagy csak a 4 szerepel lehet. Így aztán itt már csak a 4 lehet, vagyis ez itt 2 lesz. 4-hez hiányzik az 1, és a 3. Itt viszont nem lehet az 1, mert az 1-es az itt lesz valahol alulról. Számított második és harmadik oszlopban. Tehát ez itt 3 lesz. 3x4 az 12, vagyis itt már csak az 1 lehet. Itt megvan a harmadik oszlopban, megvan az 1, a 2, a 3. 5, tehát hiányzik itt a 4, 2x4 az 8, és 3-mal kell szorozni, hogy 24 legyen, tehát ez 3 lesz. Ez az 5, ez csak 1 és 5-nek a szorzatként állítható elő, itt viszont alul nem lehet az 1-es, mert az már itt van, tehát ez 5 lesz, akkor itt lesz az 1-es. A első sorban megvan az 1, 2, 3 és a 4, tehát ez már csak 5 lehet. Itt a második sorban megvan az 1, a 3, 4, 5, tehát ez csak 2 lehet. Ez az utolsó pedig, mivel kijött a 2 és az 5, ezért ez már csak
Itt lehet, ez miatt az egyes miatt az öt lesz, ez miatt az ötös miatt pedig alatta már csak egy. A harmadik sorban hiányzik a kettő, meg a négy. Beírjuk. Kettő. A negyedik sorban hiányzik a kettő és a három. Viszont a 40 nem osztható hárommal, mert például négy meg nulla, hogy a számjegyek összege az 4, és az nem osztható 3-mal. Ez az elem tehát itt 2 lesz, és akkor itt már csak 4 lehet fölötte. Itt megint csak 2 lesz, itt pedig 3 lesz. Hát innen már nagyon könnyű, mert például az első oszlopból 1, 2, 3, itt az 5, tehát itt csak 4 lehet már. Második oszlopban itt az 1, itt a 2, itt a 3, itt a 4, ez tehát már csak 5 lehet. És ezzel ezt az egyszerű 5x5-ös kalkudokut